Köszöntjük a VNTV nézőit. Önök FVQ vagy felelősségvállalás koeficiense című sorozatunkat látják. Vona Gábor úrral, Vona Gábor magyar emberrel így állapodtunk meg legutoljára, amikor beszélgettünk. Egy jövőképet szeretném most üdvözlöm kialakítani, hogy milyen lesz a mi gyerekeink jövője 10 év múlva, hogyha ha egy újfajta oktatási rendszerbe léphetnének, ha biztonságosabb körülmények között élhetnének. Milyen az a kép, amit ön 10 év múlva lát, és most a gyerekek szempontjából nézik ezt át? Hát köszöntöm először is a nézőket. Hát ugye a kérdés, én úgy választanám egy picit ketté, hogy ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, akkor mit látok 10 év múlva, vagy hogyha egy számomra, vagy az én elképzeléseim szerint pozitív fordulat történik az oktatáspolitikában, akkor mit látok 10 év múlva, nem ugyanaz a kettő sajnos. Tehát, hogyha az, ami az elmúlt 24 évben jellemző volt, ez folytatódik a magyar oktatáspolitikában, nem egy lassú, de biztos kivéreztetése a magyar oktatáspolitikának, és nem szól másról, mint arról, hogy a nevelés, mint olyan, az szinte teljes egészében eltűnik a magyar oktatásból, és ami megmarad benne, az pedig az, hogy a itt lévő multinacionális tőke számára csendes, engedékeny, szolgálatkész rabszolgákat gyártsunk. Ez a zombi képzés, ez a zombi képzés. Igen. De ebbe az irányba tartunk sajnos. Tehát, hogyha ez zajlik, akkor nem látom túlságosan biztatónak a jövőt. Ha az a kérdés, vagy a kérdés arra irányul, hogy én hogyan képzelném el a folytatást, vagy hogyan változtatnék, akkor mindenképp ezeket az alapvetéseket kellene szerintem megváltoztatni. Tehát az én szempontomból nézve a probléma nem arról szól, hogy milyen legyen az új oktatási rendszer strukturálisan, mert meggyőződésem, hogy a probléma nem strukturális. Mindig jönnek a különféle pártok, és elmondják, hogy ők ilyen és olyan módon alakítanák át a közoktatási struktúrát, a felsőoktatási struktúrát, ami de persze nagyon sok igazság lehet, és biztos, hogy van mindig jobb és jobb struktúra, de a probléma azt gondolom, hogy egyrésztről mentális, másrésztről pedig financiális probléma. Tehát annyi pénzből, amennyit mi oktatásra szánunk, ez a financiális része természetesen, abból nem lehet. Egyre inkább megszorítják és rákényszerítik az oktatáspolitikai szakembereket, hogy kevesebb pénzből próbáljanak meg legalább valami fajta ilyen fennmaradást imitálni. Ez persze elvezet bennünket a gazdaságpolitikához, hogy hogyan tudnánk a magyar gazdaságot úgy fellendíteni, hogy a magyar oktatás számára kellő forrást tudjon biztosítani. Ez egy más kérdés, de a lényeg az, hogy enélkül nem fog menni szerintem, tehát igenis a forrásokat ehhez biztosítani kell. Tehát az az ország, az a nemzet, amelyik az oktatáson spórol, az végülis a saját halálát készíti elő. A másik része, a mentális probléma, az pedig az, hogy ki kéne lépnünk ebből a kisítőségből, és abból, hogy mi az itt állomásozó multinacionális cégeknek akarunk zombikat vagy rabszolgákat gyártani. Ugye, és szándékosan mondtam, hogy itt állomásozó, mert ismerjük azt a elhíresült mondatot, amiben nagyon sok igazság van, hogy kimentek a tankok, bejöttek a bankok. Hát ez valóban így van, és mi elfogadjuk ezt az oktatáspolitikánkban, nem is álmodunk, nem is kívánunk magunknak mást, ez van, ehhez próbáljunk igazodni, ezen változtatni kell. És szerintem az oktatáspolitikának igenis ki kéne tűzni azt a célt, hogy mi az oktatáspolitikával nemes lelkű, tiszta lelkű, becsületes magyar embereket, és ezáltal egy erős, rendszerető, becsületes magyar társadalmat akarunk nevelni, ez azt gondolom, hogy alapvetés, és a másik pedig, és olyan embereket, akik a szellemi, intellektuális lehetőségeiknek a maximumát képesek kihozni ebben az országban, itt, tehát nem valahol máshol, itt, ebben az országban kihozni magukból. Egy másik gondolat jutott eszembe ennek kapcsán, konkrétan az, hogy ugyanezek az érdekek teljes egészében minden hatalmat oly módon a kezükben tartanak, hogy semmiféle védelmet nem élveznek már például a gyermekeink. Gondolok arra, hogy a drogárusok paradicsomá vált ez az ország, gondolok arra, hogy menekült jogként több tízezer arab fiatalember állomásozik itt ideiglenesen, aztán mennek tovább, és olyan kultúrából érkeztek, ahol a nők és az embertisztelete igen alacsony szinten áll, és egyre gyakrabban, amikor halljuk azt, hogy a gyerekeket irritálják, üldözik, narkovárosok áldozatai, ugyanakkor otthonról sem kapnak védelmet, a szülők éjjel-nappal dolgoznak, és az ember úgy érzi, hogy mi vagyunk már kisebbségben a saját hazánkban sokféle szempontból, ha gazdaságilag ezt el tudjuk fogadni, az oktatásban olyan érdekek mutatkoznak, ami nem feltétlenül egy okos, értelmes nemzet felé megy, habár a magyar úgy, ahogy van zsiálni, és hogyha túléli az iskolát, már akkor is óriási dolgokat képes lesz csinálni.
Ezek ellen milyen módon képzelje fellépni, hogy Magyarország ne kisebbség legyen a hazánkban, és a gyermekeink fizikai létét ne veszélyeztessék az itt lévő erők? És most nem feltétlenül csak az ide érkező arab gyerekekre gondolok, mert egyrészt ők ezt szokták meg, de nekünk ne kelljen ezt megszokni, amit ők megszoktak otthon. Hát azért annyiból itt hagy pontosítsak, hogy azért az arab kultúrát sem szabad azért egy kalap alá vennünk, és nem szabad az ideérkező menekültekből megítélnünk úgy magát az arab kultúrát. És abban sem vagyok biztos, hogy minden ideérkező menekült arab, nagyon sok szerintem afrikai, meg egyéb ázsiai. Bocsánat, nekem pont személyes érintettségem van, ezért mertem ezt mondani. Igen, ezt tudom. Olyan, hogy amikor a tyúkudvarba beengedjük a rókát, tehát ő teljesen csak a saját életvitelét viszi, hogy elkapja a tyúkokat. Igen. Nem véletlen, hogy ezekben a kultúrákban a lányokat és a fiúkat teljesen külön nevelik, más szabályok alapján, és ezt a két kultúrát összeengedjük, igen, akkor komoly problémák alapján. Én ezt tartom egy nagyon komoly veszélynek, hogy tehát minden kultúrának a csodálója vagyok, és minden kultúrában azt gondolom nagyon sok érték van, amit érdemes megismerni, tanulmányozni, levonni abból különféle tanulságokat, következtetéseket, de én úgy szeretném minden kultúrát megismerni a saját hazájában. Tehát minden kultúra saját földjén tud igazán értékes lenni, és ezt szerintem alapelvként ki kéne mondani, mert a társadalmi tapasztalat, vegyük Európát, az az, hogy akármilyen országból érkeznek tömegével bevándorlók egy másik államba, abból mindig csak baj van. És gondolom, az arab országokban, vagy a muszlim országokban, vagy más afrikai országokban se örülnének, hogyha egyik napról a másikra megjelenne ott egy csomó magyar, egészen eltérő kultúrával, és mi megpróbálnánk az ő szokásaikat felrúgva a saját szokásaikat rákényszeríteni az ott lévő többségre, meg közösségre. Úgyhogy néha még azon is elgondolkodok, és talán ezt, ha más műsorban lennék, nem ismerném elmondani, de itt szabadabban lehet gondolkodni önöknél, hogy van-e mögött valami fajta tudatos szándék, hogy a kultúrákat ilyen módon is egymásnak ugrasszuk, és ne hagyjuk meg a lehetőségét annak, hogy a különféle nagy kultúrák, amik léteznek, és sokszor nagy, és világvallásokon alapulnak, azért ezt is mondjuk ki, ezeket egymással ilyen módon fordítsuk szembe, és ilyen módon játsszuk ki őket egymás ellen, és vessük el a vitáknak a magvait, és tegyük lehetetlenné adott esetben éppen inkább a barátkozásukat, mint sem az ellenségeskedést. Ez csak egy zárójeles gondolatkísérlet volt, de a lényegre visszatérve a kérdésre, azt gondolom, ez egyszerűen rendészeti probléma. Tehát itt nem is kell olyan nagyon nagy bölcsesség ahhoz, hogy lássuk, hogy itt az esetek többségében egyszerűen rendészeti eszközökkel, törvényekkel ezeket a kérdéseket. Hát nem is mondom, hogy zéróra lehet szorítani, nullára, de hogy minimalizálni lehetne, vagy elviselhető szintre szorítani, az biztos. Hát a jogaik lévén ők így szabadon járhatnak, kellhetnek, hát nem lehet őket bezárni, de ugyanakkor életveszélyesek a gyermekeinkre. Hát de akkor itt ugye beleütközünk abba a problémába, hogy most jogok és kötelességek problematikában, mert Magyarországon meg ugye a világban egyre gyakrabban összekeverünk, hogy mindig az emberi jogokról beszélünk, amit én is nagyon fontosnak tartok, mert nincs emberi jogok nélkül, de hát egyszer egy idős néni mondta azt, és én nagyon megragadtam ennél a gondolatnál, és nagyon sokszor idézem, hogy emberi jogokat annak érdemes adni, aki ember módjára tud viselkedni. Mm. És tehát a kötelességekről ugyanolyan fontos beszélnünk, mint az emberi jogokról. És azt gondolom, hogy a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Nem lehet azt mondani, hogy van jogod, de nincs kötelességed. Mint hogy persze az sem, hogy csak kötelességed van, és nincs jogod. A kettőt együtt kell. És hogyha valamelyik irányba megbomlik, akkor az egyik ugye a diktatúra, amikor csak kötelességed van, és nincs jogod. A másik pedig az a fajta ultraliberalizmus, meg értékvesztettség, amikor csak jogod van és semmi kötelességed. Hát látjuk, hogy mind a kettő nagyjából a szétesésnek az irányába mutat. Én szerintem a kettő között kellene megtalálni ezt az arany középutat, ami a jogokat is és a kötelességeket is nagyon fontosnak tekinti. Amikor elkezdtem mondani ezt a történetet, nekem a keresztes hadjáratok jutottak eszembe, mert annak idején mi próbáltuk abba a világba eljutatni a keresztény értékeket, láttuk, hogy milyen konfliktusok lettek ebből. Ugyanakkor azt mondják, hogy ma a muszlim terjedése Európában ez nem gazdasági kérdés, hanem anya méh kérdése, és mivel az európai nemzetek egyre kevesebb utódot hoznak létre, a muszlimok meg félelmetes módok a mecsekek számából látjuk, hogy milyen módon szaporodnak, ez aggályos lesz egyébként, nekem senkivel nincs semmi bajom, de azt látni kell, hogy ez a fajta kultúra ilyen módon is terjed itt Európában, ezt hogy értékeli? Hát látom ennek a jeleit is, erről több nagyon értékes könyv is született már. Egyik Pokol Bélának az Európa végnapjai tanulmány kötete, ami országról országra végigmegy Európa különféle országain, és számszerűen szociológiai
alapokon vezeti le, hogy valójában, amiről ön is beszélt, a demográfiai trendek Európának a arculatát, amely a keresztény Európát ugye jelenti sokak számára még most is, ezt teljesen fel fogja borítani, hogyha ezzel nem kezd valamit Európa. És azért mondtam azt, hogy Magyarországon ez még nem olyan súlyos probléma, mint mondjuk Franciaországban, Németországban, Ausztriában, de Ausztria nincs olyan messze, hogy megnézzük, hogy hová jutott a nagyvárosokban a bevándorlás politika. Tehát nekünk még azon, hogy most csirájába ki kell mondani, hogy mindenkit szeretünk, mindenkivel jó kapcsolatokra törekszünk, mindenkinek a kultúráját tiszteljük, de Magyarországot azért a magyar embereknek szeretnénk megtartani. Tehát ez szerintem, és ezen senki nem sértődhet meg, pláne, hogyha azt mondjuk, hogy mint hogy te sem szeretnéd, mondhatjuk a másik országnak, hogy a te országod meg a miénk legyen, és ilyen szándékunk nincs is. Mi csak a saját hazánkat szeretnénk magunkénak megőrizni. Tudom, hogy önnek is van gyermeke, rendszeresen jár közösségekbe, ahol gyermekeket nevelnek. Milyen jövőt szeretne a saját gyerekének és a felnövendő ifjúságnak? Hát valami olyan jövőt szeretnék, amit szerintem minden szülő, aki aggódik és féltve figyeli a saját sarjának a éledezését, növekedését, gyarapodását. Azt szeretném, hogy ő egyrészt boldog ember lehessen, és hogy itt lehessen boldog ember, hogy ki tudja magából hozni azt, ami benne van, és mindezt úgy tegye, hogy az ne pusztán az ő számára legyen élmény, hogy az ő számára az ő személyes élete legyen értékes, hanem azt a közösség számára is értékessé tudja tenni. És azt gondolom, hogy azért kell tennünk, hogy ez minden magyar, itt születő magyar gyermek számára ez a lehetőség adott legyen. Nem múljon semmilyen családi vagy egyéb feltételen, adottságon az, hogy a megszülető gyermekek ilyen életet élhessenek, azt érezzék, hogy jó nekik itt, ne akarjanak máshová menni, azt érezzék, hogy ez a föld az övék, azt érezzék, hogy ez a föld értük van, azt érezzék, hogy számukra itt a lehető legjobb a világon, és hogyha így fogják érezni, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan bőséget ad az ő lelküknek, amiből majd vissza is akarnak adni. Ha ezt fogják érezni a mi gyermekeink, akkor valószínűleg föl fog merülni bennük az a szándék is, hogy ha már ilyen sokat kaptam ettől a földtől, akkor kötelességem vissza is adni ebből a közösségnek. És azt hiszem, hogy ez lenne a feladat, hogy az itt születő gyermekek azok ezt az országot, ezt a földet, ezt a társadalmat, ezt az országot, ezt a nemzetet boldoggá, erőssé, szépé tegyék. Nagyon megköszönöm ennek. Még egy mondatot a részemről, hogy ez a rengeteg gyerek, aki innen elvándorolt az elmúlt években, jöjjenek már haza is. Közösen élvezik ezt az országot, de ez egy másik beszélgetésünk témája lehetne. Nagyon megköszönöm, hogy itt volt nálunk. Önök FVQ felelősségvállalásunk koeficiense vagy felelősségvállalásunk mértéke címadásunkat látták itt a VNTV-t. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portálán láthatják. Viszontlátásra!